Ebben a részben tovább fogjuk folytatni az angyaloknak a kutatását az írások alapján, és az első vers, amellyel elkezdjük, az Smuel Bet 14-es fejezet 17-es vers lesz. Ez ugye második Sámuel 14-17. Annak felette ezt gondolta a te szolgáló leányod, az én Adonájomnak, vagy Aron Aron, a királynak beszéde szerezzen nyugodalmat, mert mint Elohimnek angyala, olyan az én Adonájom, vagy Adon Adon, a király, Melek, mivel hogy meghallgatja mind a jót, mind a rosszat. Jót, ez ugye Tob, jó, tetsző, kiváló, értékes, boldog, helyes, és hogyha megnézzük, jólét, boldogulás, boldogság, jó dolgok, jó tétemény, jó dolog, illetve a Cassinius egyet fog érteni ezzel szerintem teljes mértékben. Azonban rá, mint gonosz, ez ennek az ellenkezője, rosszítvány, gonosz, taszító, visszatetsző, nem tetsző, veszélyes, rossz indulatú, csúnya taszító, sikertelen, boldogtalan, szerencsétlen, vagy szomorú. És ha megvizsgáljuk a Gesinius-t, akkor szinte szó szerint egyetért ezzel. A meghallgatja pedig nem más, mint a Semá, ami hallani vagy meghallani, illetve figyelni vagy meghallgatni. Ez a szó jelentése. Ezen kívül kihallgat, képes hallani, törődik, figyel, de ha megnézzük azt, hogy hogy fordítja a Káldi, illetve hogy hogy hangzik ugyanez a Káldi verzióban, akkor kiderül, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy egy angyal hallja vagy meghallgatja, hogy mi a jó, mert így fogalmaznak, a király olyan, mint Elohim angyala, vagy a Balak Elohim, mivel nem ingatja meg sem az áldás, sem az átok, azaz nem hat rá a jó vagy a rossz, hanem megingathatatlan az ő véleményében a katolikus verzió, hiszen Uram, Adonai, királyom Malak olyan, mint Elohim angyala, tudja, mi a jó és mi a rossz, azaz egy angyal, Malak, tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Az aranyverzió azt mondja, hogy meghallgatja. Hogyha megnézzük a Septuagintát, az angol verziót, akkor szintén arról van szó, hogy hallja, hogy mi a jó és mi a rossz, viszont a King James azt írja, hogy olyan, mint Elohim angyala, és meg tudja különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz, illetve hát a jót a rossztól. Innen átugrunk Daniel 9-es fejezethez, a 21-es vers így szó. És még az imádságot mondom vala, amikor a ma férfiú, Gabriel, akit előbb a látomásban láttam vala, sebességgel repülvén megillete engem az estvéli áldozat idején. És értésemre adá, és szóla nekem, és mondta, Daniel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsanak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támada, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Rengeteg információ található ebben a néhány versben, úgyhogy nézzük meg a kezdetétől. Az imádság maga, tefila, ami ima, vagy közben járó ima, és ez a szó a palal, ítél, megítél, bíráskodik, közvetítő, összekötő, kapocsként eljáró, közbelépő, vagy közbeszóló. Erről szól, ugye ez egy ige egyébként, szóval az ima az, ami közben jár az ember érdekeiért, vagy az emberért tulajdonképpen Elohim, illetve az emberiség között. A férfiú az is, mint férfi vagy férj, vagy ember általánosságában, de férfit jelöl. Gabriel azonban Elohim vitéze, ő egy főangyal, akivel Elohim nagy fontosságú üzeneteit küldte az embereknek. Ez egy szó összetétel, Gabriel, mégpedig Geber, ami egy férfit jelent, egy hőst, vagy pedig egy erős férfit, és a másik szó pedig El, amiből az Elohim szó származik, mint hatalmasság, vagy idézőjelbe Isten. Így láthatjuk, hogy Gabriel tulajdonképpen Isten, vagy Elohim férfia vagy hőse.
Szóval az angyal az férfi, legalábbis ez mindenképp, majd megnézzük a többit. Sebességgel repülvén, azaz repülni is tud, és ezen kívül értelemre tanítja Danielt. Szóval el kellett, hogy jöjjön Gabriel, hogy értelemre tanítsa. Ez a szó értelem, ez biná, ami ítélőképesség, megkülönböztető képesség, felismerés, megértés, belátás, értelem, átlátás, rálátás, vagy az értelem. Egyébként a bean szótőből ered, és érdekes az, hogy a bean-t, hogyha megnézzük a karaktereket, Bet, Yod és a Nun, akkor összerakhatjuk úgy, mint hogyha a Bet ugye egy ház, Yod a cselekedetek, a Nun pedig az élet. Szóval az élet házának a cselekedetei az maga az értelem, amiről itt szó van. Maga az értelem szó az, hogy biná, ez megerősíti azt, amit olvastunk az előbb Smuel Bet 14-es fejezetben, ugyanis a biná az megkülönböztető képesség, vagy ítélő képesség, megértés, belátás, és azt mondta az előbb a szolgáló, a királynak, hogy olyan, mint az angyalok képes megkülönböztetni a jót és a rosszat. Ez a biná erre utal. Szóval segít Danielnek megkülönböztetni a jót és a rosszat. Egyébként ugye elmondja, hogy a 77 mit jelent, és ugye megkapja magát a proféciát a másiák eljöveteléről. Hogyha tovább nézzük, akkor látjuk, hogy a 23-as versben azt írja, a te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Ez a szózat, ami támadt, ez dabár. Ugyanaz a dabár, amiről 5 Mózes a héber nevét kapta, 5 Mózes dabarim, a dabárnak a többes száma. A dabár az egyébként szó, vagy parancs szó, hír, üzenet, beszámoló, jó hír, vagy győzedelmi hír. Egy tanács, egy ígéret, és a többi. Szóval egy szó támadt Elohimtől, és eljött, hogy megjelentse, azaz megmagyarázza, elmondja, közölje, beszámolja, kijelentse, vagy megmagyarázza, vagy megfejtse, hogy mi is ez a szó. Mert Daniel kedves Elohim számára, vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Azt tanácsolja neki, hogy vegye számításba azt, amit hallott, és majd Gabriel segítségével meg fogják fejteni. Ez egyébként nem az első eset, amikor Gabriel megjelent Dánielnek, hiszen, hogyha visszaemlékszünk, a 8-as fejezetben szintén elmagyarázott neki egy látomást, ez pedig a 15-ös versben kezdődik, és lőn, hogy mikor én, Dániel, látám-e látomást, és keresém az értelmét, imé előmbe áll egy férfiúhoz hasonló alak. Ismét csak egy férfiú áll elé, ez Geber, ez az a szó, amely a Gabrielnek az egyik tagja, ugye Geber plusz El adja Gabrielt, ami férfit jelent, vagy egy hőst, vagy egy erős férfit. Ez az alak áll elé. És ugye a látomás az Hazon, akárcsak a jelenések könyve, ugye Hazon, ugyanaz a szó. Ezután úgy folytatja, hogy és emberi szót hallik az Ulaj közén, kiállta pedig és mondta, Gabriel, értsd meg azzal a látást. Ez az értsd meg, amit az előbb megvizsgáltunk, bin, ugye megkülönböztet, vagy pedig megért, felfog, érzékel. És a látás pedig az, amiről ugye itt szó van, az a látomás. Érdekes az, ami történik ezután, és odajöve, ahol én állik, és amint jöve, megrettenék, és orcámra esém, és mondta nekem, értsd meg, ez az értsd meg, ez bin, ugyanez a szó, ami itt vizsgáltunk is az előző versben, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás, hazon, azaz jelenés, látomás vagy profécia. Hogy mennyire mély benyomást tett ez az egész Danielre, az a 18-as versből derül ki, és mikor szól a velem, ájultan esém orcámmal a földre. De megillet engem, és helyemre állít. Gyakorlatilag elájult Daniel. De a lényeg végül is ebből az újra ugye, hogy egy férfiról van szó, az angyal, amikor megjelent Gabriel,
és azért jött, hogy értelmet adjon, hogy megvilágosítson bizonyos dolgokat Daniel számára. Ez a feladatuk, hogy megértessenek az emberre dolgokat. Többek között ugye láttuk azt, hogy azért védelmezik is az embereket. Gabriel feltűnik egyébként a Brit Hadaságban, a megújult szövetségben is. Erre valószínűleg mindenki emlékszik, ez Lukács Lukács első fejezetben van, a 26-os versben, a 6. hónapban pedig elküldeték Gabriel, Malak, vagy Angelos, vagy Angyal, Elohimtől Galileának városába, melynek neve Názaret, egy szűzhöz, aki Daud, vagy Dávid házából való József, Jehoszef nevű férfiúnak volt eljegyezve, a szűznek neve pedig Miriam, vagy Mária. Látjuk, hogy ismét Elohim az, aki elküldi Gábrielt egy nagyszerű üzenettel, ezúttal azonban nem azért, hogy egy látomást vagy egy proféciát megvilágosítson, hanem egy üzenetet kézbesít Miriamnak. Mielőtt azonban elmondta Miriamnak ezt a jó hírt, megjelent Zakariahunak vagy Zakariásnak, és ez a párbeszéd játszódik le kettőjük között. 18-as vers, és mondta Zakariahu a maláknak vagy az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. Felelvén a malák vagy angyal, mondta neki, én Gábriel vagyok, ki Elohim előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem neked. Tehát Gábriel nem csak, hogy örvendetes dolgot jelent be, illetve ahogyan Danielnek elmagyarázza a dolgok jelentését, hanem Elohim előtt áll, azaz az ő jelenlétében van. Zsoltárok Tehelim 104-es fejezetben ugyanezt olvashatjuk az angyalokról, mégpedig a 4-es versben, aki szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Az érdekes az, hogy bár férfiként írja le Daniel, illetve ugye Miriam és Zakaria is egy férfit látott, itt leírja azt, hogy mi a valódi megjelenési formája, vagy mi a valódi jellege egy angyalnak. Követ maga az angyal, hiszen ez a szó nem más, mint malák. Ugyanaz, amit eddig angyalként fordítottak. Egy küldönc, egy futár, egy küldött, egy hírvivő. Ez az eredeti jelentése annak a szónak, ami az írásokban itt szerepel. Az angyal, az a görög angelos szóból ered, és igazából nincs olyan jelentése, mint mondjuk a követnek. A szónak, ami itt szerepel, jelentése követ, amit máshol angyalnak fordítanak le. A szelek pedig ruach. Az a ruach, ami szerepel a Szent Szellem összetételben, mint ruach hakodes. Szóval szellem vagy az emberi, vagy pedig Elohimtől érkező szellem. És így megérthetjük sokkal jobban, hogy mi is az angyal tulajdonképpen. Egy olyan spirituális lény, amely Elohim üzenetét közvetíti, és ez ebben a néhány szóban össze van foglalva. A lángoló tüzet is szolgáivá teszi, szóval nem csak az angyalok, hanem ez a lángoló tűz is őt szolgálja. De hogyha megnézzük a többi fordítást, mondjuk a Káldit, akkor látjuk, hogy követeiddé teszed a szeleket, szolgáiddá perzselő tüzet. Végül is más szórendben ugyanezt mondja el, míg a katolikus szeleket követeddé teszed, a haragos villámot szolgáltá. Az arany pedig ki a szeleket, ő követivé tötte, és ő szolgáivá a lángoló tüzet. Hogyha megvizsgáljuk, hogy angolul mit ír, akkor látjuk, hogy valamivel másabban fogalmaz ez mondjuk a King James, mikor azt írja, hogy az angyalait, a követeit ruákká vagy szellemekké teszi, tehát úgy formálja meg őket, ilyen formán alakítja ki őket, és az ő szolgálóit, ugye ez a ministers, mint lángoló tüzet. Szóval lángoló tűz és ez a ruák, ez ugyanazok a teremtmények, csak más dimenzióban, illetve más helyeken másképp nyilvánulnak meg. Ez pedig már a Septuaginta, ami ugyanígy fogalmaz, ahogyan a King James verzió.
Ezen kívül, hogy üzenetet közvetítenek Dániel 4-es fejezetben a 8 illetve a 10-es vers, így szól látám, fejem látásaiban, ez a látás Hezó, az én ágyamban, és íme egy vigyázó és egy szent, vagy kadis, szála alá az égből. Ugye Dániel arámi nyelven íródott, ezért másképp hangzanak a szavak, de a látásaiban Hezó, látás, látomás, külső megjelenés, ez a héber szó haza, lát, néz, megpillant, vagy pedig valamiféle szokás. Haza, ugye szintén látomás, látni, gondoskodni, ellátni, illetve látni, nézni, észlelni, ez a jelentése a szónak. Ezúttal vigyázóként írja le, ami ír, és ez egy őr, egy virasztót jelent, illetve szentként, ami kadés, szent, a héber szó kadosnak felel meg, amiből ugye a Ruach HaKodesh, szent szellem származik, ez pedig annyit tesz, mint elkülönült, vagy, vagy oda szentelt Elohimnek szánt. Valószínűleg mindenki ismeri a történetet, amikor a nagy fának a látomásáról beszélt Dániel, ugye kivágják a nagy fát, minden állat szétfut, a gyümölcs leszóródik és szétszóródik, ez Babilonról szól. És a 14-es versben így folytatja, vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alávalót emeli fel arra. A vigyázók, ugye természetesen ugyanez a szó ír, többes száma, a szentek pedig kadésnek a többes száma. Szóval ők hoztak egy rendeletet, ez a rendelet pedig egy szó, válasz, vagy pedig egy döntés, rendelet, vagy parancs, gám. Ezek szerint ezek a vigyázók, vagy szentek, kadesém, kades, határozatokat, rendeleteket hoznak, és elindítanak bizonyos folyamatokat, mint ugye később a birodalom összeomlása és felbomlása, és megmutatják ezeket a különböző álmokban és látomásokban az embereknek, hogy tudjanak változtatni a cselekedeteiken, illetve azért, hogy fel tudjanak készülni arra, ami következik. Azonban a felséges az, Eli, felső, legfelsőbb, aki uralkodik a világon. Elé, felső, fenti, ez ugye a héber szó, ez egy melléknév, a főnév pedig a jól ismert Allah, ami fölmegy, felemelkedik, és ennek mindenféle verziói, ugye a legmagasabb, felséges, ez pedig nem más, mint Elohim. Később figyelmezteti a királyt a 20-as versben, hogy mi is ez a látomás, hogy pedig látá, a király vigyázott és szentet leszállni az égből, és ezt mondá. Ugye elmagyarázza, hogy mit jelent az álom, és ez még nem a birodalom teljes felbomlásáról szól, hanem arról, hogy a király maga elveszti a hatalmát, és ugye 7 évre megőrül tulajdonképpen, és akkor fog ez bekövetkezni, amikor látja majd a király megérkezni ezt a vigyázót, illetve az őrzőt, hiszen a probléma az volt, mint mindig, hogy Nabukodonozor elvesztette egy kicsit a kapcsolatot a valósággal, és azt gondolta, hogy ő több, mint ami valójában. Ezen kívül az angyalok, illetve ez az égi sereg nem csak üzeneteket közvetít, tolmácsol és megfejt, valamint rendeleteket hoz és végrehajt, hanem harcol az emberek oldalán Jahua utasítására. Ez az, ami kiderül Malachim Bet 6-os fejezet 14-es versből. Történet háttere, ugye Szíria királya hadat indít Izrael ellen, és megy a harc, amikor is a király tanácskozik a szolgájával. Elizeus pedig, ugye, aki Elohim ember, egy próféta, megjelenti mindazokat a dolgokat, amiket a szíriai király mond, ugye az ő tudtuk nélkül, és így Izrael fel tud készülni a csatára. Mikor erre rájön ugye a szíriai király, elküldi az egész, a seregének egy részét elküldi Dotánba, ahol Elizeus tartózkodik, hogy elfogják és megöljék. Mert ugye kiszivárogtatja a
híreket, ugye ekkor elküldi oda sok lovast és mi egyebet. Elizeus pedig a szolgájával kimegy és látja ezt a nagy sereget. Ekkor a szolga ugye megijed, hogy mit fognak most csinálni, hiszen ennyi ember körbevette őket. Elizeus pedig azt mondja neki, hogy ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Azonban a szolga nem látta azt, hogy mi történik körülötte, ugyanúgy, ahogyan Bálám sem látta, amikor a szamár az angyal miatt megijedt, csak harmadjára, amikor Jahua kinyitotta az ő szemét. Mikor Elizeus imádkozott érte, így szólt, ó Jahua, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hagyd lásson, és megnyitá Jahua a szolga szemeit, és látá, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Láthatjuk tehát, hogy az angyalok képesek harcolni is az emberek oldalán, és fizikálisan beavatkozni abba, ami a mi világunkban történik. Még úgy is, hogyha az emberek nem érzékelik azt a mi érzékszerveinkkel, ami rendelkezésünkre áll. Láthatjuk, hogy minél többet foglalkozunk ezzel a témával, annál összetettebb és annál sokrétűbbé válik. És kiderül, hogy az, amit eddig gondoltunk, nem is annyira egyértelmű, hogy kis kövér szárnyas gyerekek repkednek a láthatatlanban. Ezért a következő részben meg fogjuk nézni azt, hogy miféle harc is dúl konkrétan ebben a láthatatlan spirituális birodalomban. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!